Száraz György könyvei, a magyarok beavatása, a kiválasztottak titkos tudása, Istenek beavatásai, az élet mágikus alapelvei, a felragyogás rituáléja. A cikket felolvassa Száraz György spirituális tanító. Mint azt a kedves fényben élők már megszokhatták, a napvallás számtalan ősi, korhű, egyiptomi szertartás foglal magában. Ezek közül az egyik legarchaikusabbat fogom most feltárni, amelynek gyökerei a történelem előtti időkben nyúlnak vissza. A felragyogás rituáléja a Héliopoliszhoz, a nap városához, egyiptomi nevén Anuhoz, valamint ahhoz az időszakhoz kötődik, amikor még a félistenek személyesen tették tiszteletüket a földön. Akkor tájt még teljesen másfajta mágikus módszerekkel tanították és avatták be a néptagjai közül a legméltóbbakat. Életszemléletükről ehelyütt annyit érdemes tudni, hogy a központi csillagunkat a napisten, nevezetesen Ré megtestesülésének tartották, aki minden földi élet elindítója és táplálója. Az egyiptomiak világképében a fény jelentette az életet, míg a sötétségre a halálbirodalmaként tekintettek. Ebből logikusan következik, hogy a túlvilágon miért akartak a holtak szellemei mindvégig a napisten társaságában maradni. Ré napistennek a holtak birodalmába tett utazása, méghozzá éjszakai utazása, fényt vitt a túlvilágon lakozó lelkek létébe, sőt, eleinte a holtak bírája is ő volt, s csak később vette át szerepét Osiris. Az égi tűzből áradó fényen kívül az ősi egyiptomi életfelfogásban a víz töltötte be a másik főszerepet, de más koroktól eltérően ők nem az égből aláhulló esőt várták, hanem közvetlenül a Nílus vizét tartották minden bőség és termékenység forrásának, amely évről évre a földeket részesítette gyarapító áldásában. Összefoglalva nem tévedünk, ha arra következtetünk, hogy a nap és a Nílus erőhatásait különös becsben tartották az ősi egyiptomiak. Ezekhez kapcsolódik a felragyogás rituáléja is, amely a negatív energiáktól tisztítja meg az aurát. Mégpedig azoktól a nem kívánatos energiáktól, amelyek a rossz döntéseink hatására mi magunk által keletkeztek, mi teremtettük, mi hoztuk létre őket, miközben magunkat vádoltuk az elkövetett bűneinkért vagy hibáinkért. Tudnélik, amikor sokat rágódunk egy-egy döntésünk negatív következményein, akkor pesszimizmust, balszerencsét, bűntudatot okozó gondolatokat és energiákat teremtünk. Ezt nevezhetjük lelkifurdalásnak és önvádnak is. Az ember hajlamos túlzásba vinni ezeket a negatív visszacsatolásokat, ami fakóvá teszi az auráját, elhomályosítja a tudatosságát és beárnyékolja a lelki világát. Így viszont már nem lehet boldog és szabad. A fejlődő lélek útja során meg annyi helyzettel találkozik, amikor a rossz döntéseivel kell szembesülnie. Miután felismeri, hogy saját tudatlansága okán keveredett bele egy-egy kudarcba, lényeges, hogy tovább már ne hátráltassa magát, különben a negatív energiák örvénye le fogja húzni. Ezektől az akadályozó erőktől lehet megszabadulni a benben szertartás során. De mi is az a benben? A bembenkő nem más, mint a nap jelképe, melyet rendszerint a piramisok és az obeliszkek csúcsán helyeztek el. Amikor felkelt a nap, ez volt az első, ami sugaraival elért. Mivel a bembenek többnyire arany, illetve nemesfényborítást kaptak, el lehet képzelni, milyen pazarlátvány nyújthatott, amikor a piramisok és az obeliszkek sisakkövei egymás után csillantak fel hajnalban, a sziporkázó fényükkel jelezvén a napisten visszatérését az emberek világába. A beavatottak számára azonban a bemben ettől jóval több. Hajdanán a főnix madár a megtestesült napként szállt alá az égből, s különféle csodákat tett. Emiatt úgy gondolták, hogy a bembennel lehet feljutni azokba a magasságokba, amiket a tiszta ragyogás jellemez. Végül is maga a bemben szó is ragyog, ragyogó jelentéssel bír. Ehhez kapcsolódik a felragyogás rituáléja, melyet rendszeresen végezve szerte foszlatja a tudatlanságot okozó lehúzó energiákat, és minden hátráltató hatástól képes megtisztítani az embert, hogy újra felragyoghasson az isteni eredetű fénytermészete.
A felragyogás rituáléját aurafejlesztő és meditációs klubjaink és különleges szernapjaink alkalmával végezzük. Figyelmetbe ajánlom az Istenek beavatásai, az egyiptomi misztériumiskolák, a magyarok beavatása, a kiválasztottak titkos tudása, valamint az Élet mágikus alapelvei című könyvemet. További hasonló érdekes témákkal találkozhatsz a Száraz György című YouTube csatornámon, vagy ellátogathatsz a napvallás.hu és a boldognapot.hu oldalaimra is. Köszönöm a megtisztelő figyelmedet, Száraz György voltam, boldog napot!